Sokan kihasználják a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetet. Az úgynevezett unokázós csalók új formát találtak arra, hogy a gyanútlanokat megvezessék, de kisebb mértékben emelkedett a betörések száma is. Milkovics László, a patent távfelügyelet igazgatója televíziónknak elmondta, a diszpécser szolgálatnál érezhető a riasztások enyhe emelkedése, azonban pánikra nincs ok. A legfontosabb a figyelemfelhívás és a megelőzés. Ennek része pedig, hogy azokban az ingatlanokban, ami akár hetekre üresen marad, élesítsék a riasztót, hogy a patent segíteni tudjon, amennyiben bekövetkezik a baj. Akkor tudunk csak segíteni, hogyha odafigyel mindenki. Ne felejtsük el, képzeljünk azt, hogyha egy ingatlanban, egy telephelyen, vagy akár egy lakásos beszéltünk, teljesen mindegy, nincs riasztó, vagy nem élesítjük, és egy hétig nem megy oda senki, ahol oda betörnek, akkor nagyon sok időt adunk a betörőnek is, utána a nyomozást még nagyon megnehezítjük. A patent ügyvezető igazgatója azt is elmondta, nem csak több hétig üresen álló ingatlanok, de akár az otthonok is veszélyben lehetnek. Így azok is kapcsolják be a riasztójukat, akik csak 5 percre mennek el otthonról. A betörők kihasználhatják a jelenlegi helyzetet. Irodák, telephelyek, de akár a magánszemélyek otthonai is veszélyben vannak. Ezért fontos a megelőzés. Moson Magyaróváron több ezer ügyféllel dolgozik együtt a patent, a cég pedig felkészült a veszélyhelyzetre, minden fontos intézkedést bevezettek már hetekkel ezelőtt. Mi is elkezdtük a pandémiás tervünket is nagyon gyorsan az elsők között. Ebbe természetesen nagyon sok mindenről szó van, de többek között arról is, hogy a saját munkavállalóinkat hogyan óvjuk meg. Ha a munkavállalóinkat megóvjuk, egészségesek maradunk, csak akkor tudunk vigyázni arra több ezer emberre, több ezer cégre, aki Moson Magyaróváron él és működik. Ennek érdekében a patent munkatársai védőfelszerelésben dolgoznak. Maszkot viselnek és fertőtlenítik az autóikat is. Az ügyfelek jelzését pedig a továbbiakban is várják, a patent 24 órában áll rendelkezésre. Bár az irodákat személyesen most nem lehet elérni, mind telefonon, mind pedig online segítséget és tanácsadást nyújtanak.